Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön egy videó a becses KD arányunkról. Aféle gamer pszichológiát fogtok most hallani, de mielőtt rátérnék, beszéljünk egy kicsit a játékmenetről, ugyancsak nem az én játékomat láthatjátok, Klavi újra segítségemre sietett, és mit nem az az Isten akadt neki egy elmebeteg brutál csipajátéka. És úgy nézzétek, hogy ez a csipajáték egy 30-as keystreaket rejt magában. Úgyhogy, aki nem tudja ki ő, link a csatornájához a leírásba, érdemes elmenni lecsekkolni, nem csinál kommentárokat, de nagyon brutál jeleneteket tölt fel, vagy gameplayeket. Egy fiatal generáció, egy friss vér a Call of Duty-ban mondhatnám, mondom én ezt a nagy öreg, tehát hozzánk képest egy friss vér, és egy olyan srác, aki érti a játékot, és hát ha lecsekkoljátok a csatornáját, látni fogjátok, hogy tud valamit esetleg, úgyhogy újra segítségemre sietett, és elhozta ezt, nekem adta ezt az elméletek sniper játékot, és hát azért, aki játszik Advanced Warfare-ben, az tudja, hogy nem nagyon nehéz sniperezni Advanced Warfare-ben, de azért megvan a kihívása a pálya struktúrájának köszönhetően, úgyhogy le a kalappal ez a gameplay előtt, no comment. De amiről beszélni szeretnék, ugye az kötődik a kis becses KD arányunkhoz. Azért mondom a kis becses KD arányunkhoz, mert mindenki annyira féltve szeretné azt megőrizni, ápolgatni, megtartani, stb. Aztán rájöttem, hogy régen ez nem volt ennyire így. Az emberek nyugodtabbak voltak, és el kell mondjam, hogy úgy gondolom, hogy ez a féltett KD arány, ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag én úgy gondolom, tehát ez egy személyes vélemény, lehet vitatkozni, tehát egy kicsit felgyorsult a világ, és mint úgy felgyorsult a gamer világ is, és most már minden játék megőriz, elraktároz minden statot, így ekkora ezt lőtted, akkor ezt csináltad, és így gyakorlatilag minden lépésünknek nyoma van, még azoknak is, amiket a legszívesebben ugyebár kitörölnénk az emlékezetünkből, és minél kínosabban próbáljuk megőrizni ezt a bizonyos KD arányt, és napokban Battlefield-eztem újra, hamarosan lesz BF videó, és akkor jutott eszembe ez a sztori, és mégpedig Code 4-hez kapcsolódik. Emlékszem annól, amikor én elkezdtem Code 4-ezni, hát én nem is tudom, hol lehetett a KD arányon 0,3 körül, tehát mire felfedeztem egyáltalán, hogy van olyan KD arány, tehát biztos volt valami 0,3 körül, tehát annyit haltam, szóval idővel ugye elkezdtem egyre jobb lenni, de mit adott az Isten? Időről időre egyre többször játszottam ki a Code 4-et is, bizonyos okoknak köszönhetően, egyre többször vittem ki 1-es szintről 55-ös szintre, vagy letöröltem, vagy elvesztek a mentések, de minél többször kivittem 1-es szintről 55-ös szintre, és ugye az utolsó körök, hogy úgy mondjam, addigra már ilyen 3 egészes KD arányt is sikerült produkálni. És régen nem is izgultál annyira azon a bizonyos KD arányon, de most, hogy prestige rendszer van, hogy mindent feltöltünk a cloudba, gyakorlatilag az emberek szeretnék magukat minél jobbnak mutatni, és minél keményebb KD arányonak, és becsve, féltve őrizik azt a bizonyos KD arányt, és a meccsre is felmegyünk, egyszerűen nem mindig tudjuk ugye magunkat elengedni, mert csak az jár a fejünkbe, hogy muszáj lehozom egy ilyen statot, hogy megőrizzem azt a bizonyos KD arányt. És ez kodban azért ez hatalmas probléma, és hatalmas feszültséget kelt akkor, amikor játszani szeretnénk, és élvezni szeretnénk a játékot, úgyhogy megpróbálok egy tapasztalatot mondani azzal kapcsolatban, hogy ezt a feszültséget elengedjük. És valahol kapcsolódik a nagyszámok törvényéhez, valahol kapcsolódik úgy magához, ugye, az élethez is, hogy így mondjam, és a cél az lenne, hogy egy kicsit higgadtabban viseljük ezt a KD arány problémát. Tudom, hogy nem mindenki ilyen, de sokan vagyunk ilyenek, ugye, akik bizony szeretnék egy-két játékot kitörölni, mert lerontották azt a KD arányt, úgyhogy mire is akarok itt kiukadni? Azt akarom mondani, hogy mindig, mikor elkezdjük a játékot, értelemszerű, ugye, hogy nem vagyunk jók még, nem vagyunk jók az adott játékban, meg kell tanuljuk. És egy nagyon lényeges momentum a tanulásnak és a gyakorlásnak az, hogy leromlik a KD arányunk. Ez gyakorlatilag ugyebár egy természetes folyamat,
És azt kell mondjam, hogy ha jó játékos akarsz lenni, akkor vigyázol a KD arányodra, és megteszel mindent azért, hogy az ne romoljon le. De hogyha profi játékos akarsz lenni, igazi pró, aki ismeri és tudja azt a játékot, akkor jobb, ha most elhiszed nekem, hogy jobb, ha beáldozod a KD arányodat. Beáldozod a KD arányodat annak érdekében, hogy megtanulj mindent. És ugye nézegettem én is napokban Battlefield statisztikáimat, mert rég nem játszottam, és kíváncsi voltam, hogy hogy állok, és mit kell javítani, milyen fegyvert kell fejleszteni. És rájöttem, hogy nézegettem a KD arányomat az elmúlt meccseket, és általánosan Battlefieldben a KD arányom 1,23. És úgy nézettek, hogy ez egy 0,6 volt. És rájöttem, hogy későbbi meccseken mindig, amikor játszottam, az a 0,6 ugye fölment 1,23-ra, de meccsenként egy idő után már 2 egészes vagy több KD arányt tudtam hozni. Ami azt jelenti, hogy idővel el fogom érni azt a bizonyos mondjuk 3-as KD arányt. Hosszú időbe fog telni, de annak érdekében én beállom, hogy tanuljak, hogy jobb legyek a játékban, hogy kiismerjem az apróságokat, hogy elkövessem azokat a hibákat, amiket az NST sorozatban mondtam. Úgy döntöttem, hogy beáldozom a KD arányomat, leszarom az egészet, megtanulom a játékot, és most már meccsenként képes vagyok lehozni egy kettes KD arányt többször, mint amit nem. Szóval arra akarok kiukadni, hogy egy idő után, ha tudod a játékot, ha pró vagy, ha pró leszel, hogyha érted az egészet, ha ismered a fegyvereket, ismered a pályákat, akkor az a KD arány szépen, lassan, automatikusan, anélkül, hogy erőlködnél, elkezd egyre magasabb lenni. Észre fogod venni, hogy a célzó képességet, tehát amit százalékban mér ugye a legtöbb játék manapság, egyre precízebb és pontosabb lesz, és meccsenként lehozol egy magasabb, mint kettes KD arány. És ez szépen lassan nem nehezen javul, ugye, mert hogyha az ember mondjuk 0,6-os KD arányt elkezd feljavítani, ez jó pár ezer killbe fog telni, és halálba, amire az átfordul egy 3-asra, de átfordul automatikusan. Úgyhogy el kell döntened, hogy mi, én úgy gondolom, el kell döntened, hogy mi akarsz lenni, egy jó játékos, vagy egy pró játékos. És ahhoz, hogy pró játékos legyél, ahhoz be kell áldozd a KD arányodat. Úgyhogy ezt vedd figyelembe, amikor leülsz játszani. Erre gondolj, amikor ott leszel, hogy játszol, hogy te melyik játékos vagy? Az, aki félti a KD arányát, mert jónak akar mutatkozni? Vagy az a pró, aki beáldozza a KD arányát, hogy későbbiekben biztosan a legjobb legyen. És ezt vettem észre én is egyrészt magamon, mert ugye Battlefield-et többet játszottam az elmúlt időben, mint COD-ba is, és több mint 700 órát öltem most már például abban a játékban, és egyre többet tanultam, és egyre jobb lettem, és bár nem mutatkozik a KD arányomon, mert csak 1,23, de meccsenként, mikor mindig visszanéztem ugye a Battle Log-ba, hogy mi történik, meccsenként láttam, hogy kettes körüli KD arányt hozok, és a célzásom is magasabbra ment az elmúlt időkben, szóval, és ez mind annak köszönhető volt, hogy elkezdtem megtanulni a játékot, érteni a játékot, mert nem csak jó játékos szerettem volna lenni, hanem pró játékos szerettem volna lenni. Ez egy kicsit durva kimondani, nem mondom azt, hogy Battlefield pró vagyok, de most már nagyon ismerem a játékot, hogy úgy mondjam, és valahol ugye ez lenne a cél az Advanced Warfare-rel is, már hogyha nem klavitól kéne játék anyagot kérnem, mert nincs időm játszani, de még akkor is, hogyha nincs időd játszani, gondolj arra, hogyha napi csak egy menetet játszol, évvégére már akkor is pró lesz ez volt. Van, akinek nincs ide játszani, de nagyon szeretne, de kicsit mindig itt-ott tud játszani, akkor is el fogja érni azt a szintet, mint azok, akik már sokkal erőnébb járnak.
mondjuk Prestige-ben. Szóval nem kell elkeserni, de úgy gondolom, hogyha igazán meg akarod tanulni ezt a játékot, áldozd be azt a KD arányt, ne féltse, tanuld meg, kövesd el a hibát, és utána te leszel az egyik legjobb. Nos, én ennyit szerettem volna mondani, remélem tetszett a kis videó, és értitek a kis sztorinak a lényegét, és azt hiszem, hogy az is érti, aki kicsit idősebb fejjel gondolkodik, hogy úgy mondjam, a mögöttes mondani valóját, hogy tehát lényeg az, hogy ahhoz, hogy tudj valamit, valamit be kell áldoznod, hogy utána később te legyél a legjobb. Röviden. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!